Ezt a hetet még az örökös földi pályán kezdte a Spari, amely Sinjün a Putnok elleni edzőmeccsel zárta a felkészülés első szakaszát. A 2x60 perces találkozón 8-1-re győzött Feszkó Tamás együttese. Bár ilyenkor nem az eredmény az elsődleges, a szakember nem bánkódott a 8 szerzett gól miatt, annak pedig kifejezetten örült, hogy motivált futballistákat látott a pályán. Többet kaptam a játékosoktól, mint amit vártam, hiszen nagyon meleg volt és nagyon komoly két hét munka van a lábukban, de nagyon tetszett ez a mentalitás, meg az a hozzáállás, amivel játszottak. Megérezte mindenki, hogy tényleg olyan keretet tudtunk összerakni, ahol mindenkinek van posztriválisa, és tényleg az fog játszani, aki jobb teljesítményt fog nyújtani. Közben lassan véglegessé válik a játékos keret. Eldőlt, hogy Banyai és Ahmed máshogy folytatja pályafutását. A klub szerződést kötött két próbajátékon lévő 17 éves fiatallal, a Felcsútról érkező Farkas Bendegúzzal és a legutóbb Szombathelyen szereplő Artner Dáviddal. A rutint képviseli az érkezők között három volt MTK-s futballista, a korábban Kisvárdát is erősítő Mikey Buard Ramos, Dajcs Bence és Baki Ákos. Utóbbi az elmúlt idény első felét Mezőkövesden, a tavasz pedig a fővárosiaknál töltötte. Feszkó Tamás megkeresett, korábban ugye dolgoztunk együtt az MTK-nál, amit felvázolt, az nagyon tetszett nekem. Komoly célok vannak itt Nyíregyházán, úgyhogy nyugodt szívvel jöttem ide. Nagyon jó itt a hangulat a csapatnál, a stáb, a játékosok, mindenki nagy barátsággal fogadtak, úgyhogy szerintem egy hét után elmondhatom, hogy sikerült beilleszkedni. A vezetőedző szerint céljaik eléréséhez szükség volt arra, hogy rutinos, élvonalbeli múlttal rendelkező futballistákat is szerződtessenek. Az elmúlt másfél tendenciája az volt, hogy több mint 10 játékos érkezett harmadosztályból. Ha komoly célok vannak egy klubnál, akkor nem biztos, hogy ez mérvadó lehet. Viszont igyekeztünk a NB1-es tapasztalattal rutinnal rendelkező játékosokat igazolni, igaz, hogy kevesebb létszám, és inkább a saját nevelésű játékosokból kialakítani a 22 fős keretünket. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez az út, ami járható, és tényleg ezek a játékosok, akik már megtapasztalták az NBA légkörét, azok vissza akarnak oda kerülni, és eljön az idő, hogy a Nyíregyházáról majd úgy beszélnek, mint egy élcsapatról, akinek komoly tervei vannak, nem csak kimondva, hanem az eredmények alapján is. Szerdán a szlovéniai Zrecébe utazik a Spari. Az edzőtábor ideje alatt 5 felkészülési meccset játszik majd a csapat. Az első osztályú Celje mellett szintén szlovén másod és harmadosztályú együttesek lesznek még az ellenfelek között.